a Zanussi ZOA 35752 XD típus jelzésű készülék, egy önállóan beépíthető sütő. Megnövelt belső térrel, 74 literes űrtartalommal rendelkezik a készülék. Belső kialakításában helyet kapott egy katalitikus bevonat, ami a két oldalfalon, illetve a hátfalon található meg. Ez működés közben elnyeli a keletkezett zsírgőzt, a zsírpárát, semlegesíti azt, ezáltal a takaríthatóságát egyszerűsíti le a belső térnek. Készülék felszereltsége két tepsi, illetve egy sütőrács. Ez egy 5 pozíciós oldalvezető sínen csúsztatható be a helyére, tetszőlegesen bárhova elhelyezhető az. A készülék belső üvegezése az dupla két rétegű, de könnyen bontható, ezáltal a belső üveglapot ki tudjuk venni, így mind a két üvegréteg külső-belső felületéhez könnyen egyszerűen hozzáférünk a takarításnál. Készülék kezelő felületén két darab sülyezthető forgókapcsoló található, egyikkel a sütési funkciókat tudjuk kiválasztani, illetve a sütőtérvilágítást. Sütő funkciói közül ugye látjuk az alsó-felső sütést, külön kapcsolható alsó sütést, van benne egy felületpirításra alkalmas grill funkció, egy nagy teljesítményű elcsütésre szolgáló grill, van benne egy úgynevezett pizzasütési funkció, és maga a hőlék befúvás, illetve kiolvasztás Mirelit áruhoz. Másik forgókapcsolóval tudjuk a használni kívánt hőmérsékletet beállítani a sütőn. Középpen pedig egy elektronikus programóra kapott helyet. Egyrészt mutatja a pontos időt, másrészt pedig be tudjuk állítani a készülék működési idejét, de nem csak a hátralévő időt, hanem előre programozásra is alkalmas. Beállítható az, hogy mennyi, mikor kapcsoljon be, illetve mikor kapcsoljon ki a készülék. Ami még a felszereltségéhez mindenképpen tartozik, egy két darabból álló sütősimpár, tehát két párról van itt szó, ezek bármelyik tepsi magasságban felpattinthatók, tetszőlegesen későbbiek során áthelyezhetők, ahol éppen aktuálisan sütni szeretnénk, oda tudjuk azt elhelyezni. Mindegyik készülék közte ez is új lenyomatmentes bevonattal van ellátva, nem látszik meg rajta az új lenyomat, a enyhébb szennyeződés, így a külső felületének a takaríthatósága megint csak egyszerűsödik.